A katolikus óvoda vezetője kért a Máltai Szeretetszolgálattól segítséget, és mivel gazdasági területen dolgoztam, így hát egy ilyen feladatot kaptam, hogy őt segítsem, támogassam a gazdasági feladataiba. ...25 évvel ezelőtt leégett a házunk. Hát akkor már 5 gyermekünk volt, úgyhogy akkor személyesen megtapasztaltuk azt, hogy mit is jelent az, hogy hajléktalan az ember, mit jelent az, hogy nincs ruha, amit ráadjak a gyerekre, mit jelent az, hogy hol itt kapunk enni, hol ott kapunk. Volt olyan, hogy a kilincsünkre akasztva találtunk egy kerek sajtot, mai napig se tudom, hogy kitől kaptuk. De tulajdonképpen ezekkel az érzésekkel így tapasztalatból ismerkedtünk, hogy milyen is ez. A nők gyakran az érzéseik, meg a megérzéseik alapján tájékozódnak, de amikor beszélgetek egy emberrel, és nehézségekről beszél, akkor úgy tudok vele érzelmileg azonosulni, hogy tudom azt, hogy most csak kihasználni akar, vagy valósak azok az érzései és azok a helyzetek, amiről beszél. Az egy nagy szerencse, hogy a Szekszárdon lakó emberek nagyon jó szívűek. Amikor gyűjtéseket folytat a csoportunk, minden alkalommal annyira hatás alá kerülünk, hogy mennyi adomány érkezik, hogy egyszerűen hihetetlen. Tehát látjuk az országos eredményeket a Máltai Szeretetszolgálaton belül, és ott is a Szekszárd nagyon kiemelkedő. Mint hogyha a csoport, mint a gyermekem rajtam keresztül kapná ezt a díjat. Tehát nem tulajdonítom ezt teljes mértékben magamnak, hanem úgy élem meg, hogy ez egy jelzés arra, hogy az, amit a támogatóink, meg a tagjaink tesznek velem együtt, hogy ez egy jó irány.